tudtam, hogy mostanában... Jelentény. Tanárnőnek tiszteletben jelentem, hogy az 1971-ben végzett 4. osztály, osztályrétszáma 31 volt, és örömmel jelentettem, hogy jelenleg is 31 fő. Annak ellenére, hogy páran igazoltam, vagy igazolatlanul, jelenleg most még hiányoznak, de várunk még osztálytársakat. Buza Éva, ő javasta, hogy nem tud jönni. Forcek Tamás ma telefonált nekem, nem tud jönni. A nem túl régen halt meg az egykályos problémáit is mondta. Kálmán Miklós, ő valahol úton van Németország és Magyarország között. Nem tud jönni. Nem tudok jönni. Rácágét, Szőkágét, mindenképpen nagy problémája van, most hadd meg az apukája, és meg az anyukája. Egy hónapban pedig az anyukája. Valami Tóth Gyula, aki hiszem a tegnapi vagy a mai napban van itt a kórházban. Baranyai Tamás és a Feró Mari pedig jelezték, jönnek, várjuk őket valamennyit. Késnek. Fekete pontot meg. Annak idején én emlékszem, hogy nagyon sokszor úgy kezdtük a matematika és a fizika órát és egy rögdolgozatot eleveníteni, és egy feladatlapot kap mindenki. A lapon találatok, számok, betűk, mindenki kiválasztja a saját sorának megfelelőt, és azt kérem, hogy amennyiben a leírtakba hibát talál, azt, amikor majd rákerül a sor, azt jelezze. Egy mezőgazdasági vállalkozásnál vagyok részleti vezető,
mondhatom, hogy a feleségem a régi, már 54 éve, mert most állt a kipapány választás előtt. Hát remélem, hogy valahol pályát fog a srác jönni. Azt hiszem, menjünk nektek a számunkat. Az igazság, hogy voltam ugyan, de talán egy kis változást történt. Pár kiló. Igen, jó, 15 kilós változás. Köszönöm szépen. Úgyhogy vagyok. Hát az igazság, hogy akkor kezdem a családdal először. Végül is feleségemet megtartottam én is azóta. Úgy gondoltam, hogy az. Ha már igen, neki is megmondom, úgyhogy nem tudom. Igen. Ennyi kivételem, akkor bármi megélnem még. Hát a lányom az 23 éves most már, ő meg menedzser, aztán igazán még valamit egy utat a családnak. A fiam a főnökről a dolgos, és most a vidén, és ő első éves otthon, most a maradó. Melyen a probléma, kidöntöttem, hogy én nem vállom meg azt, hogy majd ezt hallom. Úgyhogy alakítottam egy céget, úgyhogy 4 éve dolgozom vállalkozóként. 4 éve dolgozom vállalkozóként. Végül is el vagyok. Testen vagyok vállalkozóként. Úgyhogy most már úgy nézik, hogy most már. De mit vállalkozom? Hát én tulajdonképpen üzenet és karbantartással dolgozom. Tehát ezt választottam. Végül is ezt csináltam előtte, és megvázol voltam egy tisztán évig, és ennek folytatásaként végül is ezt kimondoltam. A legutóbb találkozom után számomra a legörömtelőbb változás, amit körülhoztam barátaimmal, barátnőimmel, hogy az egészségi állapotom az a pszichiátriai szempontból teljesen rendben, mert gyógyszermentes, kötéves,